Ernyák Csaba érsek az Egri Bazilikában június 22-én, Szentmise keretében Szűcs Gyulát pappá, további 6 főt pedig diakónussá szentelte. A főpásztor beszédében az evangélium történetét idézte Jézus názáreti zsinagógában tett látogatásáról, ahol Izaiás sorait olvasta. Az Úr lelke rajtam, ő kent föl engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Gyula testvérünk életében beteljesedett az írás, mondta többek között Ternyák érsek. Beszéde végén pedig köszönetet mondott az elöljáróknak, tanároknak, papoknak, szülőknek, családtagoknak és a szentelésre készülőknek is, hogy volt bátorságuk elindulni ezen az úton. A szentelésben volt egy olyan pillanat, amikor az egyházmegyének 7 diákónusa volt, pontosan úgy, mint az ősegyházban, amikor a 6 új diákónust már fölszenteltem, és az újonnan szentelt pap még diákónus volt. Utána nagyon nagy örömmel szenteltem őt pappá, hiszen ez az egyház életre valóságának a jele, hogy nyitottak vagyunk a jövőre. Különös öröm számomra, hogy a hit évében olyan gazdagok lettünk diákónusokban, akiknek elsőrendű feladata az evangélium hirdetése. Bízzunk abban, hogy új fiatalok is beállnak majd a helyükre, hogy a szemináriumban továbbra is lesznek olyan fiatalok, akik a papi hivatásra készülnek. Szűcs Gyulára nagy hatással volt II. János Pál pápa személye, illetve nagysága. Halála mélyen megérintette, megtérésének folyamata ennek hatására indult el. Maga a szertartásba számomra talán a legmeghatóbb jelenet az volt, amikor érsek atya lehívta rám a szent lelket és imádsága készfőtétele által ő engem felszentelt, és ezt követve, amikor a többi paptestvér hozzám járult és kezüket a fejemre téve szintén fölöttem imádkoztak, nagyon jó volt azt érezni, hogy ezek az atyák is mától az ő paptestvérükké befogadtak engem, és nagyon sok atyánál azt éreztem, most lehet, hogy kicsit hihetetlen, de úgy éreztem, mintha az atyákban is valami erő áradna belém, és mintha ők tényleg nem hallottam, hogy itt imádkoznak, mert halkan imádkoztak, de mégis azt hallottam, azt éreztem, mindenki azt akarja nekem adni, hogy erősítsenek meg engem az Úr ebben a szolgálatban. Az Istenek a szeretetét kell újra az emberekben föléleszteni, azt, hogy az emberek megérezzék, rádöbbenjenek arra, hogy Isten mennyire szeret minket, és ezért küldte el az ő fiát, azért, hogy megváltson minket. Isten elküldte az apostolait is azért, hogy az ő szeretetét hirdessék, az ő megváltó, irgalmas szeretetét, és úgy gondolom, ezt kell majd papként is továbbadnom minél több embernek. Szűcs Gyula 1964-ben született. Hitéleti elmélyülésében és a papság melletti döntésében számos ferences atya segítette az évek során. Papi pályáját Sárospatakon kezdi.